2022-es esztendőben a 8 számú választókörzet lakói is számos beruházásnak, befejezett projektnek örülhettek. Évértékelőjében a körzet képviselője dr. Székely Károly idézte fel a körzetét érintő legfontosabb fejlesztéseket. Elmondta, körzetében is jellemzőek a település többi részén ismert problémák. Gondoljunk csak a parkolás helyzetére vagy a járdák állapotára, de a lehetőségeikhez mérten folyamatosak a fejlesztések. Kezdem a szívem szerint legfontosabbal, járdafelújításokkal. Kutyafuttató szerencsére elkészült, és természetesen ami a, a csapatnak az aszpolitikája volt, hogy legyen fény Dunajvárosban, sikerült egy-egy kritikus ponton, már pedig a Hold utcát, a Hipermarket parkolójával összekötő fekete zónába, sötét zónába, és a az erdősor elején található szintén rendkívül sötét zónában egy-egy nulla emissziós lámpasorozatot betenni. Azon kívül hát lehetőségekhez mérten sikerült néhány roncsautót elszállítani, ez, ez nagyon fontos, és mindannyiunk nagy örömére elkezdődött végre a gondolkámán téri beruházás, amért szíves türelmüket kérem a kényelmetlenségért, meg ami még ezután várható ezekért a problémákért. A képviselő elmondta, a napi teendők feltérképezésében nagy segítséget jelentenek a körzetben élők visszajelzései. A koronavírus járványt követően egyébként is hatalmas igény volt már az emberi kapcsolatok megerősítésére. Covid járvány miatt sajnos nagyrészt szüneteltetni kellett a, a fogadóórákat és a személyes kontaktust, amit végre sikerült el, elindítani újból, de a közösségi hálón, telefonon folyamatosan jönnek a megkeresések, a és ez örömömre szolgál, hogy bizalommal keresnek meg ezekkel a problémákkal az embereket, amiket hogy a kollégáimmal együtt megpróbálunk megoldani, amennyi a lehetőségünkhöz lehet. Dr. Székely Károly hangsúlyozta, a körzetében az elkészült projektek mellett persze sok még a megoldandó feladat, de az önkormányzat képviselői az anyagi lehetőségeikhez mérten mindenre próbálnak odafigyelni. Az önkormányzatok jól ismert teljes penszíjányos állapota és a hazánkat sújtó különböző csapások, lásd, asszály, kormány, stb. lehetőségekhez képest. Én úgy gondolom, hogy a kollégáim segítségével és a megkeresések nyomán jó részt tehetségünkhöz képest próbáltunk teljesíteni. A 2023-as esztendővel kapcsolatban a képviselő azt mondta, a legfontosabb a megkezdett projektek befejezése, avagy további járdaszakaszok felújítása, valamint a parkolással kapcsolatos gondok enyhítése.